Testvéreim, álljunk imádságban Isten színe elé. Magasztalunk téged, örökkévaló és teremtő Isten, aki megmutattad hatalmadat és erődben a természet eseményeiben, a szárazságban és az esőben, a növények növekedésének elmaradásában, és mindabban, amit naponta magunk körül látunk, nyugtalanító, félelmet keltő dolgok vesznek körül bennünket. De kívánom, hogy akik benned bíznak, akik gyermekeidként élik életüket, akkor is téged lássanak, a szeretet és igazság Istenét, aki fölötte vagy mindennek, aki igazgatod ezt a földet, és igazgatod az egész világot, hogy akik benned bíznak, bizalmuk meg ne rendüljön, hanem megkapják azt a választ, amire szükségük van, hogy megerősödjön a hitük, és bizalmuk te benned meg ne rendüljön. Íme, ezért vagyunk itt, Urunk, hogy taníts bennünket a te ígédből, tanítsál bennünket úgy élni, úgy hinni, úgy bízni és úgy remélni, ahogyan az illik a te gyermekeidhez. Amen. Nemzeti ünnepünk után egy nappal köszöntöm nézőimet, hallgatóimat, és talán még ott van bennünk a tegnap megélt ünnep, Szent Istvánra, az első magyar királyra emlékezett a nemzet, és arra, amit ennél magasabb fórumról, a mennyből kaptunk, Istvántól államot, Istentől kenyeret.
István és Isten, milyen közel van ez a két név, és mind a kettő adott valamit nekünk, István tehát az államot, az államiságot, a nemzettudatot, Isten pedig a mindennapi betevő kenyerünket, halatunkat. A kenyérről és a kenyér alapjáról, a gabonák aratásáról lesz ma szó, úgy, ahogyan valamikor régen atyáink idejében is aratási ünnepélyen emlékeztek meg az akkor még kézzel végzett, kaszával, sarlóval begyűjtött gabonákkal való munkálkodás az aratás bevégzése után. Tehát aratási ünnepély formájában szeretném ma Isten igéjét tanul hívni, hogy a vetés és aratás üzenete mennyire gazdag a Bibliában, mennyire sokrétű és mennyire szól, hiszem, mindnyájunkhoz. A jól ismert helyet választottam, ahol a vetés és aratás összefüggéseiről szól Pál apostol, a Galata levél 6. fejezetének szavait, verseit, a 6. verstől a 10. terjedő szakaszt. Így szól a jelzett helyen az ige. Akit pedig az ígére tanítanak, az minden javából részesítse tanítóját. Ne tévelyegjetek, Istent nem lehet megcsúfolni, hiszen amit vet az ember, azt fogja aratni is. Mert aki a maga testének vet, az a testből arat majd pusztulást. Aki pedig a léleknek vet, a lélekből fog aratni örök életet. A jó cselekvésében pedig ne fáradjunk el, mert a maga idejében aratunk majd, ha meg nem lankadunk. Ezért tehát, amíg időnk van, tegyünk jót mindenkivel, leginkább pedig azokkal, akik testvéreink a hitben, szól Pál apostolnak bölcs tanítása.
bár nem vagyok túl közel a mezőgazdaság tudományához, csak helyel közel tudok és más dolgot, de olyan szakkifejezéseket, mint a vetésforgó, én is ismerem. Hát ebből indult ki a mai gehirdetésünknek a címe, ami különleges módon egy sajátos szóösszetétel, vetésmargó. Nyilván a vetésforgó mintájára született, hogy mi a vetésforgó, gondolom legtöbben tudják, ha nem érdeklődjék meg, hogy mi a vetésmargó, azt viszont most szeretném elmondani. Maga a Galata levél, ez a szakasz, amit felolvastam, a levélnek már a végén van, tehát Pál apostol úgy tűnik, hogy a levele toldalékában írta ezt le. Eszembe jut az, ahogyan régebben is írtunk leveleket, amikor nem fért ki az írandó szöveg, már kifutottunk a labból, de újat már nem volt érdemes kezdeni azért a pár szóért, mondatért, akkor a levél szélén levő úgynevezett margóra írtunk még, úgy merőlegesen a többi sorra, és hát így születtek meg azok a szövegek, amelyeket a margóra írtunk, a levél margójára. A mi papírunk, levélpapírunk már poton pénzen kapható, de Pál idejében még a papírusz vagy pergamen a korabeli viszonyoknak megfelelően nagyon drága volt. Így hát érdemes volt kihasználni az utolsó négyzetcentiméterét is. A bibliatudósok szerint valami ilyesmi történhetett, amikor Pál a Galata beli gyülekezetek számára írta levelét, maradt még egy kis üres hely azután, amit itt tanított. Legalábbis erre lehet következtetni abból, hogy ez a záradék elég sokszínű, sokféle dolog van benne, mint amikor valaki a levél margójára ír. És mivel itt látok, hogy túlnyomó részt a vetésről, vetés és aratás gondolatáról ír Pál apostol, ezért neveztem el ezt az igehirdetést vetés margónak, vagyis a margóra írt vetésről szóló tanítás. Nézzük meg most tehát a vetés és aratás témáját először igehirdetésem első felében, a Biblia egészében, természetesen csak nagyon felületesen, három egyszerű pontot érintve, hogy utána visszatérjünk az alapigénkhez, és annak tanításából keressük meg a vetés és aratás mindennapi életünkre vonatkozó tanítását. Három dolog tehát a Bibliában a vetés és aratásról. Három alapelv, amelyek megerősítik a vetés és aratás munkafázisának fontosságát, amely olykor nem is feltétlenül a mezőgazdasági munkálatokra vonatkozik. Először is a vetés és aratás Isten törvényszerűségének a rendjét mutatja be számunkra. Azt a törvényszerűséget mintázza le egyszerű földi eszközökkel, amit megtalálunk a világmindenségben, a bolygók és csillagok mozgásának pontosságában, vagy éppen az atomok rezgésének mozgásának változhatatlan tökéletességében. Ez az isteni rendnek a része. Ezt a rendet várja el Pál apostol Korintusban is, amikor kéri tőlük, hogy mindenek ékesen és jó rendben történjenek, tehát az emberi életben, a társadalomban, de azon belül a gyülekezeti életben különösen fontos a rend megtartása. Zárójelben hadd tegyem hozzá, hogy nagyon szomorú látni egyik-másik olyan gyülekezeti közösséget, ahol a rendnek még csak az árnyékát sem lehet látni. Minden ad hoc alkalomszerűen történik, véletlenszerűen, előkészítetlenül. Én úgy hiszem, ezt vallom és igyekszem is gyakorolni, hogy az Isten tiszteleteknek legyen egy olyan rendje, ami elő van készítve, ki van gondolva, fel van építve és meg van valósítva, hogy ezáltal is beleilleszkedjünk abban a rendbe, amely az Isten törvényszerűségének alapelvét jelenti. A vetés és aratás tehát egy ilyen része ennek az isteni rendnek, hiszen már a Noé által átélt özönvíz után Isten ígérete így szól, amíg csak föld lesz, nem szűnik meg a vetés és az aratás, a hideg és a meleg, a nyár és a tél, a nappal és az éjszaka. Vagyis abban a rendben, amiben az évszakok rendje van, tehát abba illeszkedik bele a vetés és az aratás soha meg nem szűnő isteni törvénye. Egy rendszer tehát, ami a vetés és aratás alapján távolabbra mutat az Isten teremtett világának tökéletességére, rendszerezettségére. Csodálkozzál már rá arra az Istenre, akiben hiszel, hogy milyen tökéletes Isten ő, hogy mennyire jól tudja ezt a világot igazgatni. És még a vetés és aratás évenként előforduló esemény sorában is ezt a tökéletes rendet láthatjuk meg.
Másodszorban egy másik törvényszerűséget látok a vetés és aratás esemény sorában. A mennyiségre vonatkozóan, a vetés mennyiségére vonatkozóan és az aratásban nyert gyümölcsre vonatkozóan, tehát a Biblia azt írja a korintusi levélben Pál apostol szavaival, tudjuk, hogy aki szűken vett, szűken is arat, és aki bőven vett, bőven is arat. Ezek a szavak természetesen a valóságos, a mindennapi életben megélt mezőgazdasági ténykedésre vonatkozik. Aki sok búzát vett, általában sokat is arat. Ha keveset, akkor keveset fog aratni. Erre persze rácáfolnak az olyan évek, mint az idei is, az aszályos évek, amikor a várt termésnek alig harmadát vagy negyedét kaptuk vissza. Igen, ez egy nagyon izgalmas és egy nagyon rizikós feladat és munkakör a mezőgazdaság. Bár látszólag semmit nem kell tenni, mert a föld megtermi a maga termését, elég csak beleszórni az előkészített földbe természetesen a magokat, mégis óriási rizikó van benne. Mert vannak esetek, amikor kevesebb terem, vagy ritkán talán, és úgy emlékszem, hogy az új világot felfedező és uralni kezdő hitük miatt elüldözöttek, a zarándokatyák is úgy kezdték, hogy talán kevesebbet tudtak learatni, mint amennyit belevetettek a földbe. Tehát ilyen negatív eredmények is adódhatnak. De van egy jó hírem. Jézus tanít bennünket az ige mag hintéséről, vetéséről szóló példázatában, arról, hogy a negyedik vetés formában, amelyik a jó földbe esik, a termés arányát 30, 60 vagy 100 annyiban jelöli meg Jézus, bár azt hiszem 100-ról indul visszafelé, tehát a maximumot hirdeti meg először. Vagyis ebből azt a következtetést kívánom levonni, hogy bár a természetben vannak különbözőségek az elvetett és learatott gabona arányai között, nem mindig a megfelelő arányt kapjuk, de a lelki vetésben, az ige mag vetésében igenis megkapjuk mindig a pluszt, azt a pluszt, amire talán nem számítunk meg, amit nem is érdemlünk. Én ezt úgy értem, hogy amikor valaki az ige magvait hinti, vagyis bizonyságot tesz, amikor az evangéliumot hirdeti, akár négy szemközti beszélgetésben, vagy akár egy ilyen szószéki ige hirdetésben is, eljut oda, hogy legalább 30-szorosát, tehát mindenképpen egy növekményt adjon, a bevetett energia, vagy ige magvak mennyisége szárva szökken és ad gyümölcsöt. Lehet, hogy 30-at, lehet, hogy 60 annyit. A 100 annyit a számomra már maga a megtérés, amikor teljességében megtérül az, amit bevetettünk, tehát egy régi élet megváltozik, újjá lesz, egy ember új életet kezdhet. Így van, tehát a mennyiségben is van egy törvényszerűség, a fizikai vetés és aratás ingadozó eredményeket hozhat sok mindentől függővé téve, míg a lelki vetés és aratás esetében azt látjuk, hogy a befektetett energia mindig megtérül valamilyen formában, a Jézusi példázat erre enged utalni, 36-an vagy 100-szorosát fogja teremni az, amit a jó földbe vetünk, tehát megfelelő alkalmas helyen, megfelelő alkalmas időben, megfelelő és alkalmas személy számára megosztunk az örömhírből. Jó ezt tudni, mert akkor talán bátorságot kapunk arra, hogy megtegyük ezt a lépést. Bátorságot kapunk arra, hogy hirdessük az igét és bizonyságot tegyünk a mi hitünkről. Mert termés fog hozni. 100 annyit? 60 annyit? Vagy csak 30 annyit? De mindenképpen megmarad és nem vészel az, amit az Isten igazságából megosztunk embertársainkkal. Az elmúlt héten is volt alkalmam pontosan így beszélni és így találkozni emberrel, vagy emberekkel, így is mondhatom, akik éhezik és szomjúzzák ezt az igazságot. Kíváncsiak rá, tudni akarnak róla, mit mond az Isten igéje, hogyan kell az Istenhez közeledni. Jó volt erről szólni, és hiszem, hogy meg lesz az a 30-60, talán 100 annyi is. Végül a harmadik jellemvonása, pontosabban rend törvényszerűsége annak, amit az vetés és aratás dolgából, a Bibliából megismerhetünk. Azt tudnilik, amit gyermekkorunk óta annyira természetesnek veszünk, hogyha búzát vetünk, búzát fogunk aratni, és hogyha rozsot vetünk, akkor rozsot fogunk aratni, és így tovább. Tehát abszolút természetesnek találjuk, hogy a természetben, a mezőgazdaságban mindig azt vetjük, illetve mindig azt aratjuk, amit elvetettünk. Ez nem is kérdés, ez annyira természetes, hogy talán nincs is mit beszélni erről. De van mit beszélni arról, amikor a lelki vetés és aratásról van szó, mert ott a helyzet hasonló, pontosan ugyanaz.
Aki hűséget, lelkiismeretességet vet, az gyümölcsöt fog teremni ezen a területen. Annak a hűsége gazdagabb lesz, a lelkiismeretessége még erősebb lesz, meghozza a termését. De azt is tudjuk, hogy aki az erkölcseiben megtévejedik, aki rossz társaságokat keres, rossz barátságokat köt, rossz körülmények vagy helyzetben hagyja magát megvezetni, azok számára a Biblia indőszava így szól, például Jób könyvében. A hamisságot szántók és a vészt vetők ugyanazt aratják. Amit vetett, azt fogja aratni ő is. Nem változik, a törvényszerűség megmarad a szellemi értelemben is, a szellemi vetésben is. Azt mondja, hogy hamisságot szánt, akkor hamisságot fog aratni is. Hogyha valaki vészt, veszélyt, rosszat vet el, ugyanazt fogja aratni. És ide illeszkedik a Hóseás könyvéből ismert nagyon jól, és sokszor idézett mondat, aki vihart vet, szelet arat. Ó, de sokszor látom megvalósulni ennek a hóseási proféciának a szavait, az igazságát. Ezek a szavak oly sokszor visszaköszönnek, amikor atyafiak egymás közötti beszélgetésükben, kapcsolatok olykori rendezetlenségében szelet vetnek. És a vihar aztán kiterjed olykor az egész gyülekezetre. Családokra, gyülekezetre, gyülekezetekre. Szomorú dolog, de ez a törvényszerűség működik. Aki erkölcseiben, tisztességében, emberekkel való kapcsolatában nem az, ami, és nem úgy éli meg, ahogyan kell, akkor igaz lesz számára is vihart vet és szelet arat. Isten őrizzen ettől bennünket, hogy bárki is közülünk vihart vessen, mert a szél aratása akkor a szelet vessen, mert a vihar aratása akkor ez biztos lesz. Második felében, tehát ennek az igehirdetésnek most közeledjünk vissza az alapigényhez. Ugyanezt a vetés és aratás gondolatkörét most még közelebbről, talán picit nagyítóval nézzük meg. Szükség is van erre a nagyítóra, hiszen az első ige verset, amit felolvastam, a Galata levél 6. fejezet 6. versét, úgy tűnik, hogy ennek semmi köze nincs a vetés és aratáshoz. Még csak szóban sincs említve sem egyik, sem másik tényező. Azt olvasunk. Akit pedig az ígére tanítanak, az minden javából részesítse a tanítóját. Nos, itt mégis van egy olyan rejtett vetés és aratási összefüggés, ami a tanító vetését és a hallgató aratását jelenti. A tanító feladata az, hogy vessen, ahogy az iménti Jézusi példában is hallottuk. A hallgatói pedig az, hogy hallgasson, fogadjon és ezáltal gyümölcsöt teremjen. Van itt egy érdekes mellék utalása is ennek a páli állításnak, akit az ígére tanítanak, az nem csak, hogy megérti, befogadja azt, amit hall, hanem az ige alapján azt mondja, hogy minden javából részesítenie kell tanítóját. Ez a részesítés a koinoneo igéből származó, nagyon szerencsés, nagyon szép fordítás, részessé tenni mindabban, ami az övé. És nem feltétlenül anyagiakban, hanem sokszor lelki, szellemi kapcsolódásokban is. Tehát a tanító és a tanított közötti kapcsolat olyan legyen, hogy a tanított ember, az, aki hallja a tanítót, javából, minden javából, test és lelki javaiból részesítse a tanítóját. Ő a gyümölcsöt így termi meg. A tanító vet, a hallgató arat, és ezt a learatott gyümölcsöt azzal tudja igazolni és megmutatni, hogy részesíti ebben tanítóját is. Ez tehát egy olyan bevezető, mondhatnám Pálnál is, a második gondolathoz, amelyet nagyon jól ismerünk, ne tévejegjetek, mert Istent nem lehet megcsúfolni, hiszen amit vet az ember, azt fogja aratni is. Igen, ezt a törvényszerűséget az imént is már említettem, a mezőgazdaságban is jól tudjuk, amit vetünk, azt aratunk. És ez tökéletesen igaz arra, amit a lelki dolgokban is teszünk. Az imént ugyan erkölcsökről beszéltem, de szellemi értelemben is, az Istennel való kapcsolatunk területén is igaz. Amit vetünk, azt fogjuk aratni is. Az a helyzet, hogy ha az imént a keresztény szolgálatról beszéltünk, hogy hogyan szolgál a tanító a tanítottnak, és hogyan szolgál viszont a tanított, részesítve javaiból a tanítóját, tehát ez a keresztény szolgálatban való vetés és aratás gondolata volt, ez a második pedig a szentség területén történő vetés és aratás, vagyis vetünk, hogy szentséget arassunk. Nem olyan régen volt alkalmunk a
baptista hitvallás paragrafusai között járva megismerni a szentség fogalmát, amely mint egy betetőződése annak a folyamatnak, amely a megtéréssel kezdődik, az újjászületéssel folytatódik, a fiúval fogadással, a megigazulással erősödik, és végül a megszentelődés folyamatában egy életen át tartó feladat végzésben lesz teljesedik ki. Hát erről van itt is szó. A keresztény szentséghez eljutni úgy lehet, hogyha vetünk, és majd szentséget aratunk. Életbevágóan fontos ez, de nagyon is elhanyagolt területe ez a keresztény életnek. Hányszor gondoltál, kedves hallgatón testvérem, a szentség fogalmára, arra, hogy a te életed szentséget kell tükrözzön ezen a világon. Más szóval nagyon egyszerűen Jézus szavait idézve, só és világosság lenni, fényt adni és ízt ennek a világnak. Szent életeddel, tehát az Istenhez való tartozásoddal mutatni valamit, valamerre, előre azok számára, akik még sötétben járnak és nem tudják. Pál apostol nagyon komolyan veszi azt, hogy vannak olyanok, akik pártalán Isten népéhez tartozónak tartják vagy vallják magukat, de a testüknek vetnek. A testnek vetni, ez azt jelenti, én így fogalmaztam meg, hogy kiszolgálja a test kívánságait. Dédelgeti a maga testét, kényezteti azt, ahelyett, hogy megfeszíteni. Pál apostol ezt úgy mondja a Filippieknek, sokan élnek másképpen, ők Krisztus keresztjének ellenségei, kárhozatra jutnak, a hasuk az Istenük, és azzal dicsekszenek, ami a gyalázatuk, mert földi dolgokkal törődnek. Vagyis, aki a testének vet, alapjában véve azt jelenti, hogy földi dolgokkal törődik. Múlandó dolgokkal, értéktelenekkel, amelyek egyszer úgyis el fognak múlni, ahelyett, hogy az élet szentségét keresve, és ezt jelenteni a léleknek való vetés, az odafelvalókkal törődjön. Ugyanez a Pál apostol írja a kolosséjaknak. Ha tehát feltámadtatok a Krisztussal, ha tehát szentségben akartok élni a feltámadt Krisztussal, azokat keressétek, amik odafent vannak, ahol a Krisztus van, aki Isten jobbján ül. És összegzi, az odafennvalókkal törődjetek, nem a földiekkel. Így lehet vetni a léleknek és aratni szentséget. Vigyázzunk tehát, drága testvéreim, hallgatóim, nézőim, mert a keresztény életnek ez a kettős vetülete olyan közel tud lenni hozzánk. Vetni a testnek és aratni a testből. A test örömeiből, azt mondja még egyszer Pál, Krisztus keresztjének ellensége az ilyen. Nem semleges állapot ez. Ellenséges állapotot jelent Krisztus keresztjével szemben. És milyen jó az, amikor valaki a tisztátalan ábrándok, a haragtartás, a sérelmek ápolása, a heverészes, az imádkozás helyett való másra foglalkozás rossz szokásai helyett, mert ezek a testnek a vetőmagjai, azzal törődik, ami az odafelvalókhoz kapcsolódik. Az igével, az Istennel, a megtéréssel, az evangéliummal, annak hirdetésével. Na ez az a jó vetés, amiből az aratás szentséget fog teremni. Végül harmadszor is megközelíti ezt a gondolatkört Pál apostol ebben a rövid időszakban, vagy ige szakaszban, amikor azt mondja, a jó cselekvésében pedig ne fáradjunk el, mert a maga idejében aratunk majd, ha meg nem lankadunk. Vagyis harmadszorra a keresztény szolgálat, a keresztény szentség után a keresztény jó cselekedetek tanításáról is van szó. Az aratás és vetés gondolata a jó cselekedetekben is megnyilvánul, különösen pedig azt mondja, hogy ha tehetjük, amíg időnk van, mindenkivel jót tegyünk, különösen azokkal, akik testvéreink a hitben. Pál tehát be is szűkíti a jó cselekvés kiindulási pontját. Nem azt mondja, hogy csak velük, de először velük. Először a testvéreddel, az atyád fiával tegyél jót, cselekedjél jót, vessél olyat, olyan jó cselekedetet, amiből aztán aratni fogsz testvéri örömöt, testvéri kapcsolatot, egy boldog gyülekezetet, ahol mindenki mindenkit tisztel, szeret, mert becsülettel fordul feléje. Érdekes dologként vettem észre, hogy itt nincs szó semmilyen jutalomról. A jó cselekedetnek jutalmát úgy tűnik, hogy nem itt a földön fogjuk megkapni, de nem feltétlenül. Nem mondja Pál apostol, hogy tegyetek jót a ti testvéreitekkel, mert majd ők is jót fognak tenni veletek. Azt viszont Jézus elmondja, hogy amit akartok, hogy veletek cselekedjenek,
Nem azt mondja, amit fognak veletek, de amit akartok, hogy veletek cselekedjenek. Amit szeretnétek, ami a vágyatok, nos, azt tegyétek ti is másokkal. Pál pedig azt mondja, hogy a jó cselekvésében ne fáradjunk meg. Mert bizonyára szeretnénk mi is, hogy mások is jót tegyenek velünk. Úgy viszonyuljanak hozzánk, hogy abban örömünk legyen, hogy az jó lesen nekünk. Így kell hát akkor vetni is. Jóságot, szeretetet, tiszteletet a másik ember iránt. És jó cselekedetet akár, fizikai valóságában. Hálát adok az Istennek, hogy sokszor megtapasztaltam, milyen jó az Isten. És ezt a jóságát embereken, testvéreimen keresztül mutatja meg. Olyan jó volt olyankor rajtuk keresztül túlmenni egy gondolattal, egy fokkal, és az oda felvalóra figyelni, aki gondviselőként ellát mindennel, minden jóval. Ennyit tud mondani Pál még ehhez a gondolatkörhöz, és ezzel zárom én is a vetés és aratásról szóló vetés margómat. Legyetek tehát türelemmel, ezt már Jakab írja, bocsánat, nem Pál. Legyetek türelemmel, testvéreim, úgy, mint a földművelő, amely várja a föld drága gyümölcsét, és türelmesen várja, amíg a koré és késő esőt kap. Legyetek tehát ti is türelemmel. Akár abban, hogy a jó cselekvésének várását, viszonzását türelmesen várjátok, mert eljön az Úr, az ő eljövetele közel van, erősíti meg Jakab, és akkor megfizet nektek a ti cselekedeteitek szerint. Vetés és aratás. Pál apostol csak a levele margójára írt ezt a pársort, de innen lehet látni, hogy mit jelent egy ihletett írás, ami ugyancsak egy közönséges levél, néhány gyülekezet számára aktuális problémákkal, és ezek mégis örök érvényű igazságokat hordoznak. A levél margójára vetésről írt vetés margót Pál apostol, de a Szentlélek ihlette szavak, íme a mai napig is üzenetet hordoznak. Legyenek ezek az üzenetek áldássá számunkra. Amen. Thank you.
tökéletes és szent felség, Istenünk, aki a rendnek az Istene vagy, akinél minden mindig úgy történik, ahogyan elterveszed, ahogyan akartad, ahogyan emberileg mi el tudjuk képzelni, de annál is sokkal tökéletesebben. Köszönjük, hogy meghívsz bennünket is a rendnek ebbe a világába, ahol a vetés és az aratás örök valósága, örök üzenete az életünk egész területét szinte belefoglalja. Így hallhattunk most az ígédben mindarról, amit a test vagy lélek vetése és aratása tekintetében, az embertársainkkal való kapcsolatunk, jó cselekedeteink tekintetében hallhattunk. Köszönjük pár szavait, a bölcsességet, amit a Szentlélek ihletett számára egy levél szélén, utóiratában talán, éppen csak utó gondolatokként megfogalmazva, mert íme mely drága, gazdag tanulságot, tanítást kaphattunk ebből. Add hát, Uram, aki gondot viselsz rólunk, aki kirendeled minden napi kenyerünket, és nem engeded, hogy éhezzen az igaz, add, hogy meglegyen testi és lelki szükségünk mindig annyira, amennyire az feltétlenül fontosnak látod, hogy ne vesszünk el a bővölködésben, és tunyuljunk el, és ne kelljen szégyenkeznünk és kéregetnünk mindennapi szükségletünket testben, lélekben. Add meg, Urunk, az Úr Jézus nevében kérünk. Amen.